A világfeletti uralom megszerzéséhez évszázadok óta szükség van tengeri fölényre. A folyamatos harc a tengerek uralmáért mindig is a pusztítás és a technikai fejlődés harca volt. Először fahajótesteket vontak be fémmel, majd nehéz páncélzattal rendelkező hadihajók pusztították el a birodalmakat, hogy aztán azokat is elsüllyesszék a tenger alatt járók. A hajók úszóvárosokként intéztek támadásokat szárazföldi, légi és vízi célpontok ellen. A hajóágyukat pedig lecserélték rakétákra. Többször átrajzolták a világ térképét, és számtalan ember veszett oda a nemzetek tengerfeletti uralmáért folytatott harcában. A 19. század végén és a 20. század elején a tűzerőn múlt a tengerek feletti uralom. A nagy hadihajók büszkélkedtek a legpusztítóbb fegyverzettel. Közülük is a legfélelmetesebb a csatahajó volt. A csatahajók átvették az óceán feletti uralmat, és a tengeri fölény jelképévé váltak. A 1990 utolsó hónapjaiban Saddam Hussein kuvaiti inváziója miatt koalíciós erők csoportosultak a Perzsa-öbölben. Irak nem hátrált meg, ezért életbe lépett a sivatagi vihar hadművelet. Miután a légierő megkezdte a bombázást, 27 Tomahawk rakétát lőttek szárazföldi iraki célpontokra. Ezeket 50 évvel ezelőtt épült csatahajókról lőtték ki. Az Iowa hajóosztályról. Az Iowa osztályt már a II. Világháború kitörése előtt elkezdték fejleszteni, és megépítésük 5 évbe került. 60 km/órás végsebességükkel a kor leggyorsabb csatahajói voltak, de a tervezők nem spóroltak a tűzerővel sem. 400 mm-es ágyúi a valaha volt legnagyobb hajóágyuk voltak. Páncéltörő lövedékeik akár 10 méter vastag betonréteget is át tudtak törni. A II. Világháborúban harcoló hajók közül az Iowa osztálynak volt a legerősebb légvédelme. 130 légvédelmi gépfegyverrel és löveggel rendelkezett. A csendes óceáni hadszíntéren az anyahajókat védték a japán légierővel szemben. Az amerikai Béka-ugrás hadjáratban a hajók tüzérségi támogatást nyújtottak a kiítéltű támadó csapatok számára. Hatalmas tűzereje ellenére az Iowa osztály utolsó II. Világháborús küldetése a békéről szólt. A győztes flotta az Iowa, a Missouri és a Duke of York vezetésével vonul be a Tokió-öbölbe. 1945. szeptember 2-án a szövetséges erők a USS Missouri fedélzetén fogadták japán képviselőit, hogy aláírják a szigetország megadásának feltételeit. Az Iowa osztály hajói különböző feladatok során a koreai és a vietnámi háborúk alatt is bevetésre kerültek. Az 1980-as években a hidegháború fokozódó feszültségei és a Perzsa-öbölben kialakuló helyzet miatt újra bevetették ezeket a hajókat. Ezek a csodás csatahajók 70 év szolgálat után bőven kiérdemelték a nyugdíjazást, és jelenleg múzeumokként üzemelnek. És a csatahajó háborúban és békében egyaránt fontos szerepét hirdetik. A brit királyi haditengerészet 1939. szeptember 3-án belekezdett egy olyan hadjáratba, amivel ki akarták éheztetni a német hadipart. A Kriegsmarine, a német haditengerészet gyorsan reagált, és felállították saját tengeri blokkádjukat. Az Atlanti-óceánon több mint 5 évig folyamatosan dúlt a háború. A német hadihajók levadázták a szövetséges kereskedelmi és hadihajókat. Úgy tűnt, hogy Anglia sorsa a tengeren fog eldőlni.
Ekkor Németország rendszerbe állította legerősebb hajótípusát. Ez volt a Bismarck osztály. A Németország egyesítőjéről Otto von Bismarckról elnevezett hajóosztályt 1940-ben avatták fel. A 35 ezer tonna német acélt a Führer jelenlétében bocsátják vízre. A Bismarck erejét látva a kapitány azt kérte, hogy Hím nevű névelővel lássák el a németül szokásos nőnemű helyett. Európa legnagyobb csatahajója volt, amely erős védelemmel is rendelkezett. 380 mm-es lövegtoronnyal szerelték, és súlyának 40%-a a páncél volt. Ahogy a Bismarckot kiküldték az Atlanti-óceánra, hogy ellenséges kereskedelmi hajókra vadásszon, ellenfele az HMS Hood is vízre szállt. A Hood volt a brit tengeri fölény jelképe, és más hajót nem tartottak alkalmasnak arra, hogy elfogja a Bismarckot. A Bismarck a maga 30 csomós sebességével az egyik leggyorsabb hadihajó a német flottában. Csak a HMS Hood veheti fel vele a versenyt. A Hood egy csatacirkáló. Ezáltal sokkal vékonyabb a páncélzata, mint a Bismarcknak, viszont gyorsabb és mozgékonyabb. A két tengeri óriás a Dánia szorosban találkozott egymással. Először a Hood nyitott tüzet, amelyet a brit királyi haditengerészet egy másik hajója, a Prince of Wales kísért. A Bismarck viszonozta a tüzet és eltalálta a Hood hátsó fegyverraktárát. A hajó azonnal felrobbant. Az 1419 fős személyzetből mindössze hárman élték túl. A Hood páncélos védelmét feláldozták a gyorsaság oltárán, és ezért nem tudott valódi ellenfele lenni a németek legerősebb hajójának. 1912-ben Portsmouth kikötőjében elkezdtek dolgozni egy új típusú hadihajón, hogy gyorsabb, erősebb és fejlettebb legyen minden elődjénél. Ezek a hajók és változataik vezették győzelemre a királyi haditengerészetet és a szövetségeseket mindkét világháborúban. A Queen Elizabeth osztályú csatahajók. A Queen Elizabeth osztályba tartozó Super Dreadnought hadihajók voltak az elsők, amiket szén helyett olajjal működtettek. A négy gőzturbina 44 km/órás sebességre volt képes. Az első világháború során a királyi haditengerészet öt legerősebb hajója ebbe a hajóosztályba tartozott. Ágyúi a királyi haditengerészet hajóira felszerelt legsikeresebb nehéz tüzérségi eszközök voltak. Az 1930-as években a Queen Elizabeth osztályt felfegyverezték légvédelmi lövegekkel is, egy olyan háború előjeleként, ami hamarosan be is következett. Újakra cserélik a régi hadihajókat. Nagy átalakítást követően végre elkészült a HMS Warspite, és újra tengerre bocsátható. 1934 óta dolgoztak a modernizálásán. 1940-ben a kalábriai csata során a Queen Elizabeth osztályba tartozó HMS Warspite történelmet írt. A világtörténelem leghosszabb távú találatát vitte végbe, amelyet mozgó hajóról adtak le. Mindeközben szövetséges cirkálókat védett. Lövegeit a lehető legnagyobb szögbe állították be, és eltalált egy 24 kilométerre lévő olasz hajót. A Warspite lett a II. Világháború legjobban tisztelt és a brit haditengerészet történetének legtöbbet kitüntetett hajója. Az 1960-as évekre leáldozott a csatahajók korszaka. A rakétarendszerek pusztító ereje túlszárnyalta bármilyen tengeri tüzérségét, és új hajóosztályok jelentek meg, amik jól alkalmazták az új technikát. A 80-as években épített hajók az amerikai haditengerészet legfélelmetesebb fegyverei. Ez az Arleigh Burke irányított rakétákkal felszerelt rombolóosztály. Ez a többféleképpen bevethető romboló akár 90 rakétát is képes szállítani. Ezek között lehetnek Tomahawk rakéták és nagy hatótávolságú cirkáló rakéták, amik akár a 2500 km-re lévő célpontot is eltalálják. Az addig megszokott nehéz páncélt lecserélték új védelmi rendszerekre.
A négy darab Aegis felderítő és fegyverrendszer virtuális pajzsot von az Arleigh Burke köré. 360 fokos szögben biztosítja a védelmet, és bármilyen fenyegetésre azonnal reagál. Ezek az Egyesült Államok haditengerészetének első olyan nagy hajói, amelyeket lopakodó képességgel is elláttak. Ezt a képességet a döntött szögű borítóelemek segítik, amik miatt nehezebben deríthetőek fel. A kifinomult felderítő rendszerrel és halálos fegyverarzenállal felszerelt Arleigh Burke osztályhajói fogják uralni a tengereket az elkövetkezendő évtizedekben. Akármilyen erős egy hadihajó, a víz alól érkező fenyegetés mindig valós veszélyt jelent. Az eleinte egyszerű és esetlen tengeralattjárók generációról generációra hatékonyabbak lettek. A fegyverzet és az üzemanyag kérdése hajtotta újítások által a tengeralattjáró a tengeri uralmat eldöntő eszközzé vált. Ezek a halk ragadozók a víz felszín alatt akár 300 méterre is le tudnak merülni. Észrevehetetlenül leselkednek az ellenséges hajókra, és akár 3 hónapig is víz alatt tudnak maradni. Az 1976-os járőrszolgálatot teljesítő Los Angeles osztály tengeralattjárói alkotják az amerikai haditengerészet gerincét. A Los Angeles hajóosztályt egy 35 ezer lóerő teljesítmény leadására képes atomerőmű hajtja, és végsebessége szigorúan titkos. Ezeket a hajókat a Virginia osztály tengeralattjárói segítik és kísérik. Együtt képesek felkutatni és megsemmisíteni a víz alatt vagy a víz felett lévő ellenséget. Mindegyik tengeralattjárón vannak Tomahawk rakéták, amiket a világon bárhonnan képesek bevetni. Ezek a rejtőzködő ragadozók olyan tűzerőt képesek a világ tengereire zúdítani, amilyet még sohasem tapasztaltunk. A modern tengeralattjárók titokban működnek, nem hívják fel magukra a figyelmet. Elődjeik azonban a világ legfélelmetesebb gyilkológépei voltak. Az 1917-ben, amikor a nyugati fronton holdpontra jutott a háború, a földközi tengeren egy új ragadozó ólálkodott. Németország kihirdette a korlátlan háborút a tengereken, és vízre bocsátotta az Untersee botjait, vagyis tengeralattjáróit. A 274 hajóból a legpusztítóbb az U-35-ös volt. Az U-35 legtovább szolgáló kapitánya Lothar von Arnold de la Perrière volt a történelem legsikeresebb tengeralattjáró kapitánya. 195 hajót süllyesztett el, és sosem döntötték meg a rekordját. Itt láthatjuk az egyik áldozatát. Egy brit teherhajó, amit 22 fontos ágyújával süllyesztett el. Von de la Perrière arról volt híres, hogy tiszteletben tartotta a hadijogot. A felszínről szerette indítani a torpedó támadásokat. Az ellenséges matrózoknak megengedte, hogy mentőcsónakokba szálljanak, és a legközelebbi kikötő felé irányította őket, mielőtt elsüllyesztette a hajókat. Nem minden tengeralattjáró kapitány volt ennyire etikus, és sok civil áldozat került az elesettek közé. A háború előre haladtával a szövetséges erők ellenintézkedéseket tettek. Folyamatos légifelderítéssel megtalálták a felszínre merészkedő hajókat, amiket azután a bombázók elpusztítottak. A szövetséges kereskedelmi hajókat felfegyverzett flotta kísérte. Az előhaladó hajó füstöt eresztett ki, amivel eltakarta a flotta többi hajóját. A tengeralattjárókat hajtó dízel és elektromos motorok hangosak voltak, úgyhogy víz alatti mikrofont fejlesztettek ki. Egy új fegyvert is bevetettek a tengeralattjárók ellen, a vízibombát. A robbanás hidraulikus ütéseket idézett elő, ami vagy elsüllyesztette az ellenséget, vagy a felszínre kényszerítette. A felszínen aztán könnyű célpontnak bizonyult. A szövetségesek 1918-ra visszaverték a német tengeralattjárók támadásait, de 5000 hajó és számtalan ember esett el a hadjárat során. Az elpusztíthatatlan U-35 épségben megúszta a háborút.
A tengeralattjáró sikerének titka a lopakodás és a meglepetés. Ezért az utánpótlás beszerzése miatt kötelező felszínre jutás a gyenge pontja. A dízel és az elektromos motorok hajtotta tengeralattjárók hatótávolsága korlátozott volt. A víz alatti hadviselés következő korszakában megjelent egy új energiaforrás. A forradalmian új technika egyik példánya volt a USS Nautilus. Az atomenergiától sokan féltek, de voltak néhányan, akik a jövő üzemanyagát látták a technológiában. Az amerikai haditengerészet előtt állt a feladat, hogy olyan reaktort készítsen, ami elég kicsi ahhoz, hogy beférjen egy hajóba, és elég biztonságos, hogy megvédje a legénységet a sugárzástól. Az 1954-ben vízre bocsátott USS Nautilust 18 hónapon keresztül építette az Electric Boat Company. A víz alatti óriás üzemanyag utántöltés nélkül körbe tudja hajózni a Földet. A USS Nautilus-szal új korszak kezdődik a tengeralattjárók történetében. A 2 évre és 100 000 kilométer megtételére elegendő üzemanyag olyan távolságokba és mélységekbe vitte a Nautilust, ami korábban nem volt lehetséges. Az uránium óriási hőt termelt, és ezt a hőt változtatták gőzzé a hajtáshoz. A Nautilus így korábban lehetetlennek gondolt sebességeket ért el. Amíg a legénység számára volt elegendő élelem, a hajó víz alatt tudott maradni. Az addigi harcászati megoldások elavulttá váltak. 1958. augusztus 3-án teljesítették a Sunshine hadműveletet, és sikeresen átkeltek az északi sarkon. A Nautilus minden nehézség nélkül kelt át a sarkkör alatt. Csodálatos teljesítmény ez, és óriási megkönnyebbülés a hajó legénységének. A történelmi jelentőségű esemény nem csak a közvéleménynek szólt. Bebizonyította, hogy a tengeren is felhasználható az atomenergia, és lefektette az alapjait a tengeralattjárók következő generációinak. Adolf Hitler már 1933-as hatalomra kerülése óta készítette elő tengeralattjáró flottáját. Amikor Anglia 1939-ben hadat üzent Németországnak, Hitlernek már volt 46 U-bótja. A leggyakoribb a 7-es típusú volt. A háború első 8 órájában a tengeralattjárók el is süllyesztették első áldozatukat, az SS Athéniát. 128 ember vesztette életét. Az elmúlt napok legfontosabb híre, hogy elsüllyesztették az Athéniát. Ők Hitler első tengeralattjáróval elkövetett büntettének túlélői. Az U-bótok ismét fenyegették a szövetséges kereskedelmi útvonalakat. Az akár 20 tengeralattjáróból álló csapatok orvul támadtak a konvojokra, és 2779 hajót süllyesztettek el 5 év alatt. Winston Churchill ezt írta: az egyetlen dolog, amitől féltem a háború során, az az U-bót fenyegetés volt. Kétségtelen, hogy a tengelyhatalmak legfélelmetesebb eszköze a háború jelenállása szerint az U-bot. A tengeralattjárók büszkén jelölik, hány hajót süllyesztettek el. A 22 torpedóval felszerelt U-bótok többszöri csapásmérésre is alkalmasak voltak, mielőtt vissza kellett térniük a bázisukra. A torpedókat propellerrel hajtották meg, és egy giroszkóppal vezették. Az előre meghatározott céljukat a felszínen és a víz alatt is el tudták érni. Eredetileg a robbanás a becsapódáskor következett be, de később bevezették a mágneses gyújtást. Ezzel az ellenséges hajó közelében is már fel tudták robbantani. A német tengerészek messzire merészkedtek a szövetséges hajók elleni támadások során. Ezért a flotta bevezette a tanker tengeralattjárókat. A szövetségesek ezeket fejős teheneknek nevezték el. A fejős tehenek 600 tonna üzemanyagot voltak képesek szállítani. Az üzemanyag áttöltéséhez a fejős tehénnek és a tengeralattjárónak is a felszínen kellett tartózkodnia. A veszélyes művelet 5 órát vett igénybe.
A szövetségesek tudták, hogy ha elsüllyesztik a fejős teheneket, akkor véget vethetnek az Atlanti-óceánon zajló U-boat uralomnak, úgyhogy ezeket a hajókat vették célba. A háború végeztével mind a 10 fejős tehén és a német tengeralattjáró flotta kétharmada is az óceán mélyén feküdt. Az U-boat azért kapta a vaskoporsó becenevet, mert 5-ből 4 tengerész életét vesztette a háború során. A nukleáris háborútól való félelem a vasfüggöny mindkét oldalát óvatosságra intette. Az Egyesült Államok biztosítani akarta, hogy képes legyen válaszolni egy atomcsapásra. Olyan tengeralattjáró típusokat terveztek, amelyek a világon bárhol képesek voltak az ellentámadásra. Ez a George Washington hajóosztály. Az 1959-ben vízre bocsátott USS George Washington volt az első abból a 41 ballisztikus rakéta hordozó tengeralattjáróból, amit a szovjet nukleáris fenyegetés elrettentésére terveztek. Olyan erős volt a George Washington fegyverzete, hogy Kennedy elnök a következőket mondta róla. Ennél fontosabb rendszert még nem építettünk. 16 Polaris rakétával szerelték fel, mindegyik rakéta 40-szer erősebb a Hiroshimára ledobott bombánál, és 2000 kilométeres a hatótávolságuk. A tengeralattjárók rejtőzködő képességük és mozgékonyságuk miatt mindig is alkalmasak voltak nagy hatótávolságú támadások végrehajtására. A rakétahajtóműveknek azonban oxigénre van szükségük az égéshez, ezért a kilövéshez felszínre kell jönni. Így a felbukkanó tengeralattjárók könnyű célpontnak bizonyultak. A George Washington osztálynak volt viszont egy titkos fegyvere. Egy forradalmian új kilövőrendszer, amely lehetővé tette, hogy a Polariszt a mélyből lőjék ki. A Polaris rakétát H-bomba robbanó fejjel szerelik, és állítólag egy tengeralattjáró ki tud lőni annyi robbanószert, amennyit a II. Világháborúban összesen használtak. Amikor kinyílik a kilövő állomás ajtaja, sűrített levegő repíti át a rakétát 40 méter vízrétegen, 80 km per órás sebességgel. A rakétahajtómű a levegővel érintkezve egyből beindul. A USS George Washington 1960. július 20-án történelmet írt, amikor sikeresen kilőtte az első víz alól indított Polaris rakétát. A rakéta ferdén bukkan fel a vízből, de egy gyors korrekció után gyorsan pályára áll, hogy elképesztő pontossággal találja el 2000 kilométerre lévő célját. A George Washington 55 alkalommal teljesített járőrszolgálatot a világ tengerein, és többször is tesztelte fegyvereit. A George Washington hajóosztályban 5 tengeralattjáró volt, és 25 év szolgálat után a névadó hajó vonult utolsóként nyugdíjba. A 20. század első felében a tengeri hadviselés új irányai rámutattak a nehézkes csatahajó gyenge pontjaira. Egy új típusú hibrid hajó született meg, ami ugyan a gyorsaság oltárán feláldozta a védelmi páncélját, de megtartotta a csatahajók tűzerejét. Ez volt a csatacirkáló. Az első világháború végeztével a Versailles-i békeszerződés korlátozta a német hadihajók súlyát. A német haditengerészet tervezett egy csatacirkálót, ami megfelelt a korlátozásoknak. Könnyebb volt, mint a csatahajó, de nagyobb tűzerővel bírt, mint bármelyik addigi cirkáló. Ez a Deutschland osztály. A Deutschland osztály hajói a két világháború közötti időszakban készültek, ezért papíron egyik sem nyomott többet 10 000 tonnánál. Azonban teljes legénységgel és felszereltséggel már megszegték a korlátozásokat. 6 darab 280 mm-es ágyúval szerelték fel őket, és a hatalmas tűzerejük, valamint kisméretük miatt a britek zseb csatahajónak nevezték el. A II. Világháború bekövetkeztével a náci Németország kiengedte a kis zseb csatahajóit az Atlanti-óceánra. Sebességük és tűzerejük félelmetes vadásszá tette őket. 1939-ben az Admiral Graf Spree, amely a Deutschland osztály harmadik hajója volt, az Atlanti-óceán déli részén teljesített szolgálatot. Ekkor szúrta őt ki 3 brit cirkáló. A királyi haditengerészet azonnal támadott, de az Admiral Graf Spree 1 óra alatt visszaverte a támadást. Sérülten hajózott el Montevideóig, hogy kiszállhassanak a sérültek és megjavíthassák a hajót.
A brit királyi haditengerészet kihasználta a lehetőséget, és egy a Graf Spreenek célzott rádióüzenettel dezinformálták a németeket. Elhitették a Graf Spree kapitányával, hogy egy nagy brit flotta úton van, hogy megsemmisítse a megsérült cirkálót. A hajókapitánya Hans Langsdorff nem akarta átadni a Graf Spreet a szövetségeseknek, ezért 1939. december 18-án elsüllyesztette a cirkálót. A hidegháború alatt a légitámadások jelentették a legnagyobb veszélyt a hadihajókra. A légvédelmi képesség elengedhetetlenné vált a flotta számára. A repülőgép hordozó után a csatacirkáló a legnagyobb hadihajó, ezért ez a hajótípus vált az óceán testőreivé. A cirkálók védték a flottát a légitámadások ellen. A Ticonderoga osztály irányított rakétahordozó cirkálói szerves részei egy anyahajó harccsoportnak. Képes az ellenséges támadásokat elhárítani és saját támadást indítani. Az ellenséges repülőket és rakétákat az Aegis fázisvezérelt rádiolokátorral méri be. 122 rakétát képes kilőni ellenséges célpontokra. Az Aegis harci rendszer kétségkívül hatékony, de bonyolult technikai megoldásai több katasztrófához is vezettek. 1988-ban az egyik Ticonderoga osztályba tartozó hajó, a USS Vincennes kis hajó küldözése közben iráni fennhatóságú vizekre tévedt. A kialakuló káoszban a Vincennes tüzelt egy célpontra, amit a kapitány ellenséges vadászgépnek hitt. Találat megerősítve! Később kiderült, hogy nem volt akkor ellenséges vadászgép a légtérben. A lelőtt gép egy utasszállító repülő volt 290 emberrel a fedélzetén. Minden utas meghalt. Sokan a túlbuzgó kapitány tartják hibásnak, mások azonban az Aegis rendszert hibáztatják. A rendszer a repülő válaszjeleit katonai és nem civil jelnek érzékelte. A Ticonderoga osztály megtartotta a múlt csatacirkálóinak az újításait. 60 km/órás csúcssebessége van, és a hajó fontos részeit kevlár védi, ami könnyebb, mint az eddigi páncélok. Az elektromos harci eszközök és az éles helyzetben szerzett tapasztalat miatt ezek a modern cirkálók tökéletesen megfelelnek a 21. század kihívásainak is. Egykor a csatahajók voltak az óceánok legfélelmetesebb fegyverei, de a késői 19. században történt haditengerészeti változások a kisebb, gyorsabb hajókat hozták helyzetbe. A szerény kezdetek után, amikor még csak néhány torpedót szereltek a hajókra, a romboló az egyik legmegbízhatóbb és legerősebb fegyverré nőtte ki magát. A II. Világháborúban, az Atlanti-óceán uralma felett vívott harcban nagyon védtelenek voltak a szövetséges kereskedelmi konvojok. Csupán 1942-ben a szövetségesek 1664 hajót vesztettek. A vadászó német tengeralattjáró harccsoportok fontos szövetséges szállítmányokat süllyesztettek el. Nem csak Anglia harcképességét fenyegették, de az ország ellátását is. A brit királyi haditengerészet mindenáron meg akarta védeni flottáját, úgyhogy újra felszereltek első világháborús és a két világháború közötti rombolókat. A szerényen felszerelt hajók eleinte teljesen alkalmatlanok voltak az U-bótok és a német légierő elleni küzdelemre. A britek csak rohantak a német fejlettségi szint után. A hajókat később nagy légvédelmi lövegekkel, torpedókkal és víziaknákkal látták el. Több száz víziakna várja, hogy bevessék őket a Clapham Junctionről. Ez a fedélzett tengerészeti beceneve. A királyi haditengerészet több mint 20 000 aknát helyezett el, és több mint 1050 tengelyhatalmakhoz tartozó hajót pusztított el. A háború előre haladtával a haditengerészet bevezetett egy új rendszert, ami alapján új romboló flottillákat szereltek fel. Ez az újítás átalakította a védelemre tervezett rombolókat hatékony U-bót vadászokká.
A szonár és a radar lehetővé tette a rombolók számára, hogy felderítsék és levadásszák az ellenséget. Ezek a megnövelt tűzerejű rombolók segítették a szövetségeseket, hogy visszaverjék a német tengeralattjárókat az Atlanti-óceánon. 1942-ben 51 szövetséges romboló veszett oda az ellenséges támadások során. Azonban néhány év alatt ez a szám mindössze 2-re csökkent. A 19. század végén egy brit mérnök olyan robbanóanyaggal töltött fegyvert talált fel, ami akár egy nagy csatahajót is el tudott süllyeszteni. A torpedó megjelenése forradalmian megújította a tengeri hadviselést. A korszak hatalmas páncéllal bevont csatahajóit most már kisebb, gyorsabb, de torpedóval felszerelt hajók fenyegették. A saját meghajtású torpedó hatékony fegyvernek bizonyult. A torpedó erőforrása egy sűrített levegővel működő motor. Propeller hajtja előre a vízben. A Whitehead torpedó 30 km/h sebességgel haladt előre. Több száz új belső égési motorral gyártott kis torpedóhajó készült el, amik gyorsabbak és mozgékonyabbak voltak a hatalmas csatahajóknál. Hogy válaszolni lehessen erre a fenyegetésre, egy új típusú hajóosztályra volt szükség, ami meg tudta védeni a flottát. Jól manőverezhető, nagy hatótávolságú hajók kellettek. Így született meg a romboló. Az első világháború kitörésekor a torpedó már a tengeralattjárókon is megjelent. A csatahajók és a kereskedelmi hajók olyan ellenséggel néztek szembe, amelyik a víz alól tudott támadni. A víz alatti veszély elhárítására az első világháború végére egy új típusú rombolót fejlesztette ki. Ez volt az American Four Stacks, vagyis a négy tornyú hajó. A becenév olyan különböző hajóosztályokba tartozó hajókat jelölt, amik négy hajókéménnyel rendelkeztek. Ezeket a rombolókat gőzturbinák hajtották. A Four Stacks hajók kétszer olyan gyorsak voltak, mint az U-boltok, és sűrű füstfelhővel rejtették el a nagyobb hajókat a tengeralattjárók periszkópjai elől. A német tengeralattjárók ellen bevethették a fedélzeti ágyukat, a vízibombákat és akár a torpedókat is. A rombolókat eredetileg a vízfelszín feletti célpontok megsemmisítésére tervezték, de most már képes volt a mélyből jövő fenyegetések ellen is fellépni. Az eredeti Four Stacks rombolók nagy sikere miatt sok ilyen hajót építettek. ...1964-ben a Tonkini öbölben ismét szolgálatra hívták a rombolókat az ellenséges hajók ellen. Az ezt követő összecsapás egy véres háborúba sodorta az Egyesült Államokat. A feszültség az Egyesült Államok és Észak-Vietnám között a tetőfokára hágott. Az amerikai felderítők információgyűjtő műveleteket hajtottak végre a vietnámi vizeken. Augusztus 2-án az LMM Sumner hajóosztályba tartozó USS Maddox rádióüzenetet küldött, miszerint három észak-vietnámi torpedóhajó támadta meg. A közelben tartózkodó anyahajó, a USS Ticonderoga négy vadászrepülőt küldött a Madonna-rátor segítségére, miközben 280 lövést adott le a vietnámi hajókra. A USS Maddox nem tágított, és egy másik romboló társaságában tovább járőrözött, hogy teszteljék Észak-Vietnám elhatározottságát. Két nappal később mindkét hajót újra megtámadták. Fél órával azután, hogy Lyndon Johnson elnök értesült a második támadásról, azonnal válaszcsapást rendelt el, amivel a nyílt háborúba keveredett Észak-Vietnámmal. A Ticonderoga repülőgépei megbosszulták a hajók elleni támadásokat. Ez egy üzenet a kommunistáknak, miszerint az indokolatlan támadásokat megtoroljuk. Az incidens egy olyan háború kezdetét jelentette, ami több mint 10 évig tartott, és 3 millió ember életét követelte.
Bár közvetve ezek a rombolók sodorták háborúba az Egyesült Államokat, később kiderült az igazság. Nem volt semmilyen bizonyíték arra, hogy a második támadás megtörtént. A helytelen szonár és radarjeleket okolták a téves jelentésért. Az igazság 2005-ig rejtve maradt a nyilvánosság elől. A II. Világháború legnagyobb rombolóit az Egyesült Államok építette. A csendes óceánért vívott küzdelem során váltak a haditengerészet hőseivé. Ezek a Fletcher hajóosztályú rombolók. A Pearl Harbor elleni támadás után romokban hevert az amerikai hadiflotta. A hadigépezet azonban csak ekkor indult be igazán, és 1942 és 1944 között 175 Fletcher osztályú hajót gyártottak. A tervezők fejébe beleégtek a japánok légitámadásai, ezért már az első Fletcher osztályú hajókat is felszíni és légiradarral szerelték fel, hogy felderítsék az ellenséget. A rombolóra egykor csupán a nagy csatahajók védőiként tekintettek, de a Fletcher osztály ideális volt nagy távolságok megtételére, ami szükséges volt a csendes óceáni hadszíntéren. Bármikor, amikor egy gyors hajóra volt szükség, egyből a Fletcher hajókat hívták bevetésre. Az 5 darab 127 mm-es löveg 24 kg-os lövedékekkel pusztította el repülőgépeket, vagy épp szárazföldi csapatokat támogatott partra szálláskor. 1944. októberében került sor a Lejti-öböli csatára. A japán birodalmi haditengerészet reménytelen támadást indított, hogy megsemmisítse az USA csendes óceáni flottáját. Ez volt a világtörténelem legnagyobb tengeri csatája, amelyben 280 hadihajó vett részt, és ennek a fele romboló volt. Ahogy Japán az első alkalommal bevetette a kamikáze bombázókat, a Fletcher hajók védelmi gyűrűt húztak a csatahajók és a repülőgép hordozók köré. Eközben folyamatosan támadták őket földről, vízből és levegőből egyaránt. A csata súlyos vereséggel zárult a japánok számára. A birodalom majdnem a teljes flottáját elveszítette az ütközetben. A pusztítás következtében egészen a háború végéig nem tudtak már nagy tengeri hadműveleteket végrehajtani. 1945. augusztusában William Halsey flotta tengernagy kiválasztotta a három legkiválóbb Fletcher hajót, hogy elkísérjék a USS Missourit a tokiói öbölbe. Ezek a Taylor, a Nicholas és az Obenon voltak. A Missourin írták alá japán fegyverletétel feltételeit. Amióta feltalálták a repülést, a repülők fontos szerepet játszottak a tengeri hadviselésben. A pusztítás mértékét már nem feltétlenül a tűzerő határozta meg, hanem hogy hány repülő fért el egy hajó fedélzetén. Ezért a repülőgép hordozók lettek a flotta zászlós hajói. A USS Enterprise az amerikai haditengerészet egyik legnagyobb és legerősebb hajója. Ez egy úszó légibázis, ami a világon bárhol képes támadó és védő hadműveletek elindítására. A USS Enterprise egyetlen példánya hajóosztályának, és ez a világ első atomenergiával működő repülőgép hordozója. Az Enterprise 342 méter hosszú, ezzel ő a világtörténelem leghosszabb hadihajója. Több acél került bele az építése során, mint az Empire State Buildingbe. A 8 atomreaktor 280 ezer lóerő teljesítményre képes. 1962-es vízre bocsátásakor ez volt egyben a világ legnagyobb atomerőműve is. Míg a dízelmotor hajtotta anyahajókat nagyjából 3 naponta fel kellett tölteni, ez a hadihajó 3 évig is képes kint maradni a tengeren. A vietnámi háború alatt légitámadásokat intézett az Enterprise, és ezzel ő lett az első atommeghajtású hajó, amit éles küzdelemben vetettek be. Rekordja egy nap alatt 165 bevetés. Több mint fél évszázadnyi szolgálat után 2013-ban vonult nyugdíjba. A történelem leghosszabb ideig szolgálatban lévő anyahajója és legénysége kiérdemelte a mottójukat, ami így szól.
legenda vagyunk. A repülés kezdete óta a repülőgép fontos szerepet tölt be a hadviselésben. Az üzemanyag korlátozta a repülők hatótávolságát, ezért hajókkal kellett a gépeket a harcokhoz közel szállítani. 1917. augusztusában egy brit királyi haditengerész volt az első pilóta, aki sikeresen leszállt gépével egy mozgóhajó fedélzetén. Bár egy későbbi próbálkozás során meghalt, de vakmerő manővere megmutatta, hogy az úszó légibázis ötlete működhet. Az amerikai flotta tervezői az Atlanti-óceánon nekiláttak egy szállítóhajó repülőgép hordozóvá alakításához. A USS Langley fedélzete túl kicsi volt ahhoz, hogy a pilóták elérjék a felszállási sebességet, ezért kifejlesztették a puskaporral működő katapultot. A Langley a leszállás elősegítésében is úttörő szerepet játszott. Leszálláskor a repülő farkára szerelt kampó beleakadt a fedélzetre kifeszített kábelbe. A kábel széleit homokzsákokhoz rögzítették, és azok lelassították a repülőt. Ezeket az újításokat végül 1925-ben a haditengerészet első két valódi anyahajóján is alkalmazták. A Lexingtonon és a Saratogán. Mindkét hajó szolgált még a II. Világháborúban is. A Lexington viszont elsüllyedt a történelem első anyahajó csatájában. A Saratoga túlélte a háborút, de a vesztét ugyanaz az energia okozta, ami a USS Enterprise reaktorait működteti. A Nagasaki bombázása utáni első atombomba teszten süllyedt el a hajó a Bikini atollnál. A japánok Pearl Harbor elleni támadása rántotta be az USA-t a világháborúba. Az amerikai és japán közötti óceán szép lassan csatatérré változott, és a repülőgép hordozó lett az amerikai megtorlás eszköze. Egy bizonyos James Doolittle alezredes fejében született meg az a terv, ami végül a USS Hornet fedélzetéről indított légicsapásokkal meg is valósult. A Hornet, vagyis lódarás halálos döfése a 16 darab B-25-ös bombázó volt. Ahhoz, hogy a B-25 kellően könnyű legyen az anyahajóról való felszálláshoz, leszerelték az összes fegyverét. Az ötfős legénység 4 bombát tudott szállítani, és az üzemanyagtartályokat is csökkentették, hogy még könnyebb legyen a gép. Jimmy Doolittle attól tartott, hogy japán felderítőhajók értesíthették a japán hadvezetést, ezért hamarabb indították meg a támadást. Óriási vihar tombolt a tengeren, de 300 kilométerrel a tervezett helyszín előtt elindították a támadást. A Hornet ráfordult a szélre, hogy a lehető legnagyobb felhajtó erőt biztosítsa a bombázók számára. Azt is megvárták, amíg a hullámok megemelték a hajó orrát. A B-25-ös bombázók elérték a stratégiai célpontokat, de a megnövekedett távolság és a csökkentett üzemanyag miatt a legénység vagy kiugrott a gépből, vagy lezuhant. A Doolittle támadás után a Hornet további támadásokat indított a Csendes-óceánon. 1942. októberében a Hornetet egy erős japán harccsoport támadta meg. A japán légierő bombázása elérte célját, és a Hornet a Santa Cruz szigeteknél elsüllyedt. A Hornet repülőgép hordozót mindössze 7 héttel a Pearl Harbori katasztrófa előtt bocsátották vízre. Fontos szerepet töltött be a Csendes-óceáni hadszíntéren. A USS Hornet 1 évig és 6 napig volt szolgálatban. Ez volt az utolsó nagy amerikai anyahajó, amit ellenséges tűz süllyesztett el. A sugárhajtómű feltalálása új lehetőségeket és új kihívásokat hozott az anyahajó számára. A gyorsabb, nehezebb és erősebb sugárhajtású repülők olyan hajót kívántak meg, ami lépést tartott a fejlődéssel. Az 1954. decemberében vízre bocsátott Forrester osztály volt az első repülőgéphordozó, ami kiszolgálta ezeket a gépeket. A hajó fedélzetének elforgatása egyszerű ötletnek tűnik, de végül óriási előnyöket hozott.
Hosszabb lett a leszállópálya, és lehetővé vált, hogy párhuzamosan lehessen végezni a karbantartást és a bevetéseket. A leszállópálya szöge segíti a pilótákat landoláskor. A felszálláshoz gőzkatapultot használnak, ami rendkívül hatékony és nem utolsó sorban brit találmány. Korábban több pilóta vesztette életét leszállás közben, mint ellenséges tűzben. Az új leszállópálya végére már nem kellett műszaki zárat tenni. Az a pilóta, aki elsőre nem kapta el a kifeszített kábeleket, kényelmesen átstartolhatott. A Forrestal osztály egy sor különlegesen elrendezett fényforrást, valamint tükröket használt, hogy megalkothasson egy új leszállás segítő rendszert. Ez a pilóta számára megkönnyítette a landolást. Egy lámpa megvilágított egy giroszkóppal vezérelt konkáv tükörfelületet, így létrejött egy fénycsóva. A leszállást végző pilóta számára ez a csóva fellemozgott a berepülés szögétől függően. Amikor megfelelő szögben volt a repülőgép, a fénycsóva egy vonalba került a tükör két oldalán lévő rögzített lámpákkal. A USS Forrestal 37 évnyi szolgálat után vonult vissza. Beköszöntött a tengeri hadviselés csúcskorszaka, az atommeghajtás. A II. Világháború legkeményebb csatái közben született meg az óceán egyik új legendája. U-botokra vadászott és csatahajókat pusztított el. Ez volt a brit találékonyság mintapéldánya, az HMS Ark Royal. ...243 méterével az Ark Royal napjaink legkorszerűbb anyahajója. Ő az első példánya az új úszó légibázisoknak. Az 1937-ben vízre bocsátott Ark Royal volt a világ első valódi repülőgép hordozója, és ezzel együtt a további hajók alapja. Korábban a tervezők a parancsnoki és az irányítási központot a hajó közepén lévő toronyban helyezték el, így azonban korlátozott volt a leszállópálya hosszúsága. Egy okos újításnak köszönhetően az Ark Royal irányító központját áthelyezték a hajó jobb oldalára, és kiszélesítették a hajótestet, hogy ne boruljon fel. Az Ark Royal repülőfedélzete így 260 méter hosszú lett a 60 vadászgép és bombázó számára. Az Ark Royal később a II. Világháború egyik legnagyobb tengeri csatájában nemzeti hőssé vált. A német flotta büszkesége a Bismarck elsüllyesztette az HMS Hoodot a Dánia szorosnál. Az Ark Royal legénysége meg akarta bosszulni elesett elődjét. Hogy bemérjék az ellenséget, az Ark Royal támadásra indított 15 Ferry Swordfish bombázót. A Swordfishek által kilőtt egyik torpedó eltalálta a Bismarck bal oldalát, ami így manőverezhetetlenné vált. Nem tudott elmenekülni a közeledő rombolók elől, és a Bismarck 14 órával később elsüllyedt. A 2200 fős legénységből összesen 114-en élték túl. Az óriási német hadihajót, a Bismarckot megsemmisítette a flottánk. Ez nem csak bosszú, hanem önmagában is fontos győzelem. A USS Nimitz az egyik legnagyobb és legkifinomultabb hadihajó, amit valaha építettek. Egy évszázad újításainak köszönheti sikerét. Osztályának vezető hajójaként a USS Nimitz egy úszóváros és halálos fegyverrendszer, több mint 5500 fővel a fedélzetén. Ebben a hajóosztályban még 9 anyahajó van. Atomreaktorai egyhuzamban akár 25 évig is működőképessé teszik. A Nimitz légikikötőjébe 90 helikopter és harci repülő tartozik. Ez erősebb a legtöbb állam légierejénél. Az 1,8 hektáros felszálló fedélzet a világ egyik legveszélyesebb munkahelye. 20 másodpercenként képes elindítani egy repülőgépet. A kilövéseket 4 gőzkatapult segíti. Az ellenséges támadások ellen a Nimitzet egy titkos páncélötvezet védi. A harcászati csapat többféle rakétát használ, illetve a Phalanx hajófedélzeti gépágyú rendszert. Gyakorlatilag bármit el tud pusztítani. A tengeri erő megtestesítője egy évszázad újításait és fejlesztéseit használja fel, hogy hatékony gyilkológéppé válhasson.